A Kárpát Express mai első állomásán megismerhetik azt az asszonyt, aki életre hívta Kárpátalján a falusi turizmust. Ezután udvarhelyszékre egy népviseleti bemutatóra utazunk, majd három székre egy hagyományőrző huszártáborba viszutunk. Végül Felvidéken részt veszünk egy honismereti kerékpártúrán. Tartsanak velünk! A sikertitka, a kitartó munka, az összefogás és az alázat, véli a máramarosi vizsg egyik legelhivatottabb asszonya, Ötvösida. Ő volt az, aki 17 évvel ezelőtt Kárpátalján beindította a falusi turizmust, amivel megteremtett egy teljesen új turisztikai ágazatot a vidéken. Nehéz dolga volt, hiszen előtte senki nem foglalkozott hasonló típusú vendéglátással arrafelé. Ida néni azonban összeszedte Visk leglelkesebb pedagógusait és elvitte őket Magyarországra vendéglátást tanulni. Akik aztán amellett, hogy tanárok voltak, még idegenforgalmi szakemberré is váltak. Ötvös Ida szerint mindez családi összefogás nélkül nem lehetett volna megteremteni. Mikor elindítottuk ezt a vállalkozást, akkor egy családi összefogás révén jött létre. A férjem kémikusként, ő volt az idegenvezető, és mindenben a társam mindenben segített. A lányom, ő tanítónő, de ő is itt van, és mindenben segít. A fiam igaz, hogy a Magyarországon tanult, meg dolgozik, de ő, ha hazajött, akkor ő is idegenvezető volt, és mindenben segített. Tehát, hogyha nem fog össze a család, akkor nem is kell elindulni ezen az úton, ez csak úgy működik. Az Ida néni által alapított Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség tagjai ma is főként tanáremberek. Az elmúlt közel két évtizedben úgy kinőtték magukat, hogy mostanra már több mint 60 vendég egyidejű elszállásolását tudják vállalni. A portákat és a szobákat folyamatosan csinosítják, és egyre bővül a vendégek számára kínált programok sora is. Az ukrajnai háború 3 évvel ezelőtti kitörése után megcsappant az anyaországi turisták száma, s bár a harcok több ezer kilométerrel arrébb zajlottak, 2 évig alig mertek a vidékre látogatni. A vendégek csak mostanában kezdenek ismét visszatérni Kárpátaljára. Hála jó Istennek, hogy van Magyarországon a Rákóczi Szövetség, és kiírta ezeket a lehetőségeket, hogy pályázni lehet civil szervezeteknek, egyházi gyülekezeteknek, és így nem panaszkodhatunk, az idén visszatért nem az, ami volt, de már visszatértek a vendégeink. Ötvös idáig célja, hogy a Kárpátaljára érkező turisták ne csupán a vidék történelmi emlékhelyeivel ismerkedjenek meg, hanem bepillantást nyerjenek a máramarosiak mindennapjaiba, a néphagyományokba és a konyhaművészetbe is. Főszereplőnk pedig amellett, hogy ezt megszervezi számukra, ő rendezi meg minden évben a koronavárosok találkozóját is, mely a máramarosi magyarság legnagyobb összejövetele. Kitartó munkájának köszönhetően Ida néni volt az, aki létrehozta a Viski tájházat, mely ma a koronaváros legszebb ékszerdoboza. Az épületben az ő nagymamájának és az édesanyjának saját készítésű szőttesei láthatók. Az ide betévedő turista ízelítőt kaphat a máramarosiak régmúltjából. Augusztus 20-án 2 busznyi vendégünk lesz, nagyon örülünk neki, és a Viski tájház, ez egy élő tájház, tehát ez nem csak múzeum, és a hozzánk látogató vendégek megnézik a tájházunkat, és a hátulsó élő zenével itt sütünk, főzünk, és itt együtt a vendég és a vendéglátó jól érzi magát. A tájházat a jövőben bővíteni szeretnék egy kovács műhelyjel és egy lentfeldolgozó kellékeket bemutató pavilonnal is. Mi nagyon szeretnénk visszavarázsolni a Viski kovács műhelyt, hisz a tulajdonosa meghalt, tehát a kellékek megvannak, az eszközbeszerzéssel nincsen gond, vissza kell építeni, ez volna a következő tervünk tavasszal. Aki kedvet kapott ahhoz, hogy ellátogasson Ötvös Ida birodalmába, az ne habozzon, induljon el Viskre, ahol mindig nagy szeretettel fogadják az anyaországi vendéget. Arról nem is beszélve, hogy a kárpátaljai falusi turizmus nem csak színvonalas, hanem olcsó is. A legnagyobb értéke azonban mégsem ebben rejlik, hanem hogy egy-egy Viski kirándulás alkalmával a házigazdák és a vendégek között életre szóló barátságok köttetnek. Ha velünk maradnak, hamarosan önök is részt vehetnek az Agyhában megrendezett első sóvidéki népviselet mustrán.